Kacérkodtak már az önellátó élet gondolatával távol a város zajától, zsúfoltságától? A Baranya megyei Gyűrűfű ökofalu lakói mind merész elhatározásra jutottak, és új életet kezdtek a természetben. Nem vagyok oda a nagyvárosokért. Az az élet, az elég volt, és sok is volt nekem, amit ott töltöttem. Itt egy pörgős ember nem találja a helyét, tehát hiányzik neki ez az inger gazdagság, ami városban körbeveszi, illetve hát itt másféle ingerek vannak. Kilián Imre és barátja Bicók Gyula 25 évvel ezelőtt döntöttek egy önellátó ökofalu alapítása mellett. Időben a rendszerváltás körüli években történt mindez. Akkor tájt is voltak különböző zöld és környezetvédő mozgalmak, és azok az emberek, akik úgy gondolták, hogy ezeknek a mozgalmaknak most már nem csak a negatív és a tiltakozásra épülő stratégiát kellene követni, hanem meg szeretnénk mutatni a világnak azt, hogy mi is az, amit mi elképzelünk. Hát ilyen emberek közül egy tucatnyi, mondjuk, vagy egy fél tucatnyi összetalálkozott, és elkezdtük a gyűrűfűi falut járni, és ezzel kapcsolatos elképzeléseket elkezdtük kidolgozni. Pécstől körülbelül 30 kilométerre található Gyűrűfű eldugott, de mesébe illő medencéje, melyet dús erdő koszorú vesz körül. Az Árpád-korban alapított hajdani Gyűrűfű a 70-es évek elején szerepkör nélküli település minősítést kapott, ezért gyorsan elnéptelenedett. A régi faluról már csak néhány omladozó pincelejáró, a temető és a ravatalozó mesél. Több más helyszínnel összehasonlítva végül is Gyűrűfűre esett a választásunk, aminek egy fontos szempontja volt az, hogy ez a falu ez egy ilyen másodlagos biotópként létezett, tehát gyakorlatilag az előtte lévő 20 évben senki nem csinált semmit sem, legfeljebb néha egy-egy birkanyájat keresztül hajtottak rajta. Friedrich István lovasoktató és családja az elsők között vette birtokba ezt az érintetlen területet. A falu tervezésénél az elsődleges szempont volt a környezetünk és a természeti erőforrásaink, vagy a természeti lehetőségeink, és nem terveztünk sok vonalas létesítményt. Tehát nem terveztük, hogy legyen gáz, nem terveztük, hogy legyen közös ivóvízrendszer, közös szennyvízrendszer, hanem elsősorban a 1 hektáros telkek, a tagyák működjenek, legyenek önellátóak. Fontos szempont volt még a terület kiválasztásánál a tiszta ivóvízkészlet is. Itt ezen a területen a talajvíz még iható. Tehát Gyűrűfű egy 1000 hektáros természetvédelmi terület van, és ez a természetvédelmi terület egy önálló vízgyűjtő. És az önálló vízgyűjtőben próbáljuk a talajvizet ihatóan tartani, és az első vízzáró réteg alatt már ugye a rétegvizek vannak, amelyek nagyon lassan újulnak meg. Hogyha azt elhasználjuk, vagy azt elszennyezzük, akkor még kevesebb ivóvízünk lesz. Tehát ez a probléma, hogyha nem gondolunk, hogy mi lesz jó 50-100 év múlva. A Friedrich család Székesfehérvárról egy 10 emeletes panelházból költözött vidékre. Először ibafára, végül Gyűrűfűre. A környezeti változás eleinte nehéz volt mindannyiuk számára. A nehézségek azok a közlekedési viszonyok voltak, a háznak a beindítása, a rendben tartása, a fenntartása, és picikék voltak még a gyerekek. Jelenleg 8 család találta itt meg a békéjét távol a civilizáció zajától. Függetlenségüket úgy sikerült kivívniuk, hogy alternatív módszerekkel addig megszokott kényelmüket sem kellett teljes egészében feladniuk. Napelemekkel, fotocellákkal biztosítják a házakban az áramot, nyáron pedig napkollektorokkal a használati meleg vizet. Télen, amikor a nap nem biztosítja a napkollektorok kielégítő működését, kazánfűtéssel állítják elő a meleg vizet, ami egyúttal a házat is felmelegíti. Körülbelül 100 hektár erdeje van a falunak, és ez a 100 hektár erdőnek a éves megújulása, vagy a száradéka több, mint amennyit a falu elhasznál tűzifába, tehát hosszú távon biztosított a falunak a tűzifa ellátása. A szennyvíz kezelését a csatornahálózat hiányában úgynevezett gyökérzónás szennyvíztisztítókkal hidalták át, mely a víztisztításon kívül öntözési funkciót is ellát. A szennyvízet próbálunk minél kevesebb szennyvíz keletkezzen,
ezért komposztoalettek vannak a házban, meg a vendégházban is, meg a faluban, és csak szürke víz keletkezik így a háztartásból, ez a mosogatóból, a zuhanyból, meg a kis dolgokban a vízöblítéses vécékről, meg a mosógépről, és ezt a szürke vizet tisztítjuk meg a nádas rendszerekkel, körülbelül 3 négyzetméter kell egy főre számolni területi igénybe, és maga a nád gyökerein lévő baktériumok tisztítják meg ezt a vizet, és a megtisztult víz, ami már teljesen akár öntözésre is használható, az gyökérzónában tovább megy öntözésre, fák öntözésére. A külső komposztoalett használata első ránézésre kényelmetlennek tűnik, pedig tartalmának fontos szerepe van a földek gondozásában. Faforgáccsal, egyéb háztartási zöld hulladékokkal keverve ugyanis tápanyaggazdag trágyát állítanak elő belőle. A kutak vize mellett az esővíznek is fontos szerepe van a gyűrűfői háztartások és gazdaságok fenntartásában. A telken minden tetőről összegyűjtjük az esővizet. Ez körülbelül 3-400 négyzetméter felület, ami elég nagy, tehát az éves csapadék mennyiséget számoljuk, akkor nagyon sok köbméter, tehát 60-70 köbméter vizet is legalább össze tudunk gyűjteni. És a háztartásban vagy a házban kettős vízrendszer van. Az egyik víz az az ivóvíz, ami jön az ásott kútból, a másik víz az pedig a használati víz, ami pedig a ciszternából, az esővízből jön. A környezetbarát infrastruktúra és újrahasznosított energiák mellett az építkezési módok is eltérnek a manapság elterjedtől a faluban. Nem véletlen tehát, hogy az ideköltözés egyik alapfeltétele is a házépítés. A rendezési terv szerint építkezni lehetőleg helyi anyagokból lehet. Itt három természetes építőanyag jön szóba elsősorban az építkezésnél, az a kő, a fa és a vályog. A vályog technológiákból, technikákból mi legtöbbet a vert falu technikát használtuk, vagy evert vagy döngölt faluházak vannak a legtöbb a faluban, és vályogtégla házak, vagy vályogtéglával kiegészítve. A vályogházakat azonban tartósságok ellenére nem egyszerű engedélyeztetni az építésügyi hatóságoknál, noha tűzvédelmi szempontból nehezen éghető anyagból készülnek. Tehát ha valaki vert falu vagy vályogházat akar építeni, sokkal nagyobb tortúrán megy keresztül egy hatósági oldalon, mintha bemegy a boltba, tehát ilyen úgymond most divatos építőanyagokkal próbálja ugyanezt megtenni, mert azoknak megvannak a papírjaik. A gyűrűfűi életmód nehézségeit mégis sokan vállalták az elmúlt időszakban. Tavaly költözött ide Matisz Ilona is, holland férjével és gyerekeivel, feladva a Hollandiában megszokott modern városi életet és kényelmet. Ide jártunk már Magyarországra minden évben nyaralni, egy ilyen 6 hetet itthon töltöttünk, mert volt egy nyaralunk Somogydöröcskén, és tudtuk, hogy majd előbb-utóbb haza akarunk költözni, mert a gyerekek ugye magyar nyelven lettek fölnevelve, de értették a magyart, viszont nem beszéltek vissza hozzám. És ez számomra annyira fontos volt, hogy megtanuljanak magyarul, hogy mondtam a páromnak, hogy hatodik haszakad, egy időre haza kell jönnünk, de szerencsére így az évek során az itteni nyaralások kapcsán ő is egyre jobban beleszeretett az országba. Ilona közgazdász végzettségű, de néhány éve már vonzotta a természetközeli életmód. Vegetáriánusként szerette volna maga megtermelni a zöldségeket, ezért felhagyott szakmájának gyakorlásával. Most jelenleg ilyen kézműves foglalkozásokat tartok, viaszfestéssel foglalkozok. A páromnak viszont olyan a szakmája, amihez természetközeliségre is szükség volt, tehát ez így pont egybevágott nálunk. My profession is like a therapist and trainer. A foglalkozásom terapeuta és tréner. Leginkább meditációkat tartok az embereknek, akik szeretnének kapcsolatba kerülni a saját belső természetükkel és szabadságukkal. Ez a hely tökéletes erre a foglalkozásra, mert azáltal, hogy a külső környezet is a szabad természet, a belső világ is könnyen ráhangolódik. Egyik fiúk, Sándor, mintha azonban nem lenne teljesen meggyőzve az ökofalusi élet előnyeiről.
És hol jobb lenni? Hollandiában vagy itt? Hollandiában. Oh. Mert ott van egy barátom, ami vannak, az a legjobb barátom, ami ott mellett ül a házam. A szomszéd kisfiú, igen? Igen. És hiányzik neked ez a barátod? Igen. És itt nem nincsenek barátaid? Vagy még nincsenek? Csak a Huba. Ki a Huba? Ott van. Ja, a szomszéd? Igen. A gyerekek iskolába jutásáról a falu gondnoki feladatai között Ági gondoskodik. Minden reggel korán indul a falu busz a gyűrűfűi gyerekekkel a közel 15 kilométerre lévő Szentlőrincre. Azonban az útból 4 kilométert Dinnye-Berkig egy nehezen járható erdei bekötőúton kell megtenniük, amit ugyanaz elmúlt évben járhatóvá tettek, a havazások, esőzések továbbra is megnehezítik a közlekedést rajta. Amellett, hogy a falubuszjárat a gyerekek iskolába, óvodába jutását biztosítja, Ági a szükséges bevásárlást, ügyintézést is elvégzi, ha a falu lakók megkérik rá. Ezzel is igyekeznek csökkenteni az autók káros anyag kibocsátását, és optimalizálni a faluból való közlekedést, ami egyébként is nehézkes. A falugondnoki szolgálat az egy fantasztikusan jó dolog, mert egy infrastruktúrális csatlakozás biztosít a városhoz. Tehát az ilyen nehezen megközelíthető, vagy nagyon elmaradott, vagy nem is elmaradott, hanem hátrányos helyzetű kis falvaknak a kapcsolatát könnyebbíti meg. Tehát a feladat az a gyerekek iskolába szállítása, a bevásárlás, a posta, a hivatalos ügyek intézése. Tehát ez az egész falu részére egy nagyon nagy könnyebbség. Ha tehetik azonban, a falu lakói inkább megtermelik maguknak a szükséges élelmiszereket, vagy egymás között megoldják, ha valami hiányzik. Parditka Attila és édesapja Budapestről költöztek ide 2010-ben. Azóta igyekeznek mindenről maguknak gondoskodni. Édesapám nyugdíjas, úgyhogy a nyugdíjából élünk, mert nekem munkám nincsen Budapesten, és hát ott se találtam munkát, és az is volt az egyik ok, hogy elköltöztünk, és akkor, hogy itt megtermelünk magunknak mindent itt vidéken, amit tudunk, élelmiszert. Muszáj volt, mert nem elment a nyugdíjam, elment a rezsire. Az autómat is el kellett adni, és végül már nem volt pénzünk. Itt meg valahogy még eltengődünk. Attiláék saját konyhakerttel és állattartással igyekeznek ellátni magukat. Szép lassan az évek folyamán tanultak bele a háztáji gazdálkodás fortéjaiba. Olyan dolgokat termelünk, ami kell a háztartás. Zöldség, gyümölcs, hogy ne kelljen venni a zöldségesnél gyümölcsöket, vagy répát, hagymát, paradicsom, paprika, ilyeneket megtermelünk magunknak, hogyha sikerül. Akkor húst is próbálunk, most tyúkot tartunk, kecskénk van, most az idén kecskét vettem, ezekkel próbálkozunk. Vannak ott kis csirkék, azokat legalább háromszor, négyszer csöhetetni, a nagyobbakat elég kétszer. Meg még ott van két kecske, azok is már mekegnek, mikor éhesek, aztán szólnak, hogy adjunk neki. Az önellátó életmód tehát fáradtságos munkával jár. De ezzel számolnia kell annak, aki a természet közelében szeretné élni az életét. Egy mondatban akarom összegezni a dolgot, akkor ez azt mondanám, hogy egy igen-igen kellemes, természetes, barátságos, többé-kevésbé érintetlen természeti környezetben élünk, amely nagyon kellemes életfeltételeket biztosít, és a dolognak a másik oldala lényegesen több munka, és lényegesen több fizikai munka, mint amit az egy átlag ember mondjuk egy városban végezni szokott. Természetesen mindent nem tudnak maguknak megtermelni, de a falu lakói kialakítottak egymás között egy jól működő kiskereskedelmi rendszert, melyben kecskesajtot, kenyeret, mézet adnak el egymásnak. Alapélelmiszerellátásban jók vagyunk, meg ugye zöldség, gyümölcs van itt, helyi termelő is van itt, akitől vásárolhatunk zöldséget, gyümölcsöt. Tehát ez nem csak
egészségesebb, hanem a helyi munka erőt is fellendíti, tehát megélhetést nyújt, tehát könnyebbít sok család megélhetésén. Helyi vállalkozónak mondható Vinkó Péter méhész is, aki 3 éve költözött ide, előtte pedig Budapesten élt és dolgozott évekig. Gyerekkoromban nagyon sok időt töltöttem nagyszüleimnél, és mindig is faluhelyen akartam lakni, vagy tanyán. Végzettségem is kertészmérnök és növényvédelmi szakmérnök. Péter többek között hárs, akác és vegyes virágmézzel kereskedik a faluban és azon kívül is. A bioméhészkedésbe csak 2 éve fogott, de azóta láthatóan szenvedélyévé vált a tevékenység. A füstölő azért szükséges, mert a méhek a füst hatására érzik a veszélyt, ők arra készülnek fel, hogy menekülnek és el fogják hagyni a kaptárt, és új helyet keresnek, és ilyenkor mézet szívnak magukba, és ha tele van a hasuk, akkor nem tudják begörbíteni a potrohukat, és nem tudnak szúrni. Péter bioméhészkedése szigorúan vegyszermentes, és tekintettel van a méhek természetes életmódjára és igényeire. Vagyis az általuk termelt mézből Péter bőven hagy a méheknek is télire tápláléknak, nem csapja be őket cukros vízzel. Tovább nem is zavarom őket. Nem csak Péter, hanem Gyűrűfű összes lakója törekszik a vegyszermentes növénytermesztésre, gazdálkodásra. Teszik ezt elsősorban egészségük megőrzése érdekében. Mi elsősorban a megelőzésre tesszük a hangsúlyt, tehát igyekszünk úgy élni, hogy minél ritkábban kelljen akár egy influenza, akár bármiféle más betegség miatt orvoshoz menni. Tehát nálunk a családban én például rendszeresen gyűjtöm a gyógyfüveket, megszárítom őket, gyógytákat iszunk. Aztán a fiam most jön haza az erdőből, hozza haza sok finom gombát, ami szintén ugye gyógyhatású, és rengeteg van most belőle. Aztán az ételek is, hát a többség ugye bioétel, és az szintén tápanyagdús. Tehát ez mind arra való, hogy megelőzzék a különböző problémás betegségek kialakulását. De nem éri őket felkészületlenül egy baleset sem, ami orvosi beavatkozást és gyors intézkedést igényel. Hogyha bármiféle olyan előre nem látható probléma történik, például biciklis baleset vagy ilyesmi, akkor például itt a faluban 4-5-en járunk elsősegélynyújtó tanfolyamra, most 2 pesti mentős tart nekünk egy tanfolyamot, és le is fogunk majd vizsgázni belőle, de megállapodásunk van, hogyha nagy baj van, akkor kijön a mentőhelikopter, és akkor elviszi a sebesültet. E kicsin település lakói igyekeznek összetartó közösséget alkotni. Ezzel a céllal építették a falu közösségi házát is. 20 évvel ezelőtt mi úgy gondoltuk, hogy lényegesen pezsgőbb és színesebb közösségi élet lesz. Ezzel szemben van közösségi életünk, igen, de kicsit olyan, mint a magyar narancs, tudja, egy kicsit olyan fakóbb, egy kicsit savanykásabb, egy kicsit kisebb, de a miénk is működik az egész. Pingpongozni szoktam lemenni oda a körház, a mettal, az azokat játszom. Meg most jöttek a hollandosok, azokkal is. Úgy elverem őket, mint az. Így folyik az élet Gyűrűfű csendes, kissé elszigetelt településén. Láthatóan lakói kiegyensúlyozottak, és az önfenntartó élet minden nehézsége ellenére nem bánták meg a kiköltözést a természetbe. Ez a rezgés, ami itt van, ez a megszámálhatatlan mennyiségű élőlény szinte, ami körbevesz minket, ez annyira jó hatással van így az emberre, a kedélyére, a nyugalmi állapotára, tehát az egész lényünk feltöltődik szinte, hogyha itt vagyunk sokat. 20-25 évvel ezelőtt Budapestről költöztem ide, és semmi nem hiányzik Budapestről. Egyetlen egy dolog, hogy a családomnak különböző részei ott vannak, tehát én néha Budapestre elmegyek, néha van valami hivatalos teendőm is, meglátogatom a családtagjaimat, és utána minél hamarabb jövök vissza. Nekem nem hiányzik semmi sem. Itt előre kell gondolkodni. Minden, amire szükségünk van, be kell szerezni, mert van, hogy 2 hétig nem hagyom el a falut, illetve ha tudjuk, hogy jön egy nagy hóesés, van, hogy 3-4 napig nem tudunk kimenni a faluból, mert előtte el kell takarítani akkor az utat, előre felkészülünk,
figyeljük az időjárás jelentést. Jó, jó, csendben. Azóta sincs, különben semmi bajom nincs. Vérnyomás, minden jó. Úgyhogy minden nap megiszok egy fél liter bort. I don't miss the city at all. I like to go to Pécs. Nem hiányzik semmi a nagyvárosból. Szeretek néha kimozdulni Pécsre néhány órára, de aztán jövök is vissza, és ez így jobb. Vagyis jobb itt élni és néha ellátogatni a városba, mint ott élni és csak néha kirándulni a természetbe. Itt sokkal jobban érzem magam, sokkal jobban kapcsolatban vagyok a természettel, és az az érzésem, hogy itt igazán a saját életemet élhetem. Gyűrűfűn akad még bőven szabad beépítésre, használatra váró telek, de a falu lakói nem ajánlják akárkinek az itteni életet. Egyrészt a hasonló helyzetben az élet az olyan embereket igényel, akik eléggé önállóak. Önállóak abban az értelemben is, hogy nem szükséges, hogy valaki főnök vagy akárki ott legyen fölöttük, aki megmondja, hogy mikor mit csináljon. És önállóak abban az értelemben is, akik, hogyha akármilyen akadály merül fel, akkor nem teszik föl a kezüket és nem kezdenek el ott várakozni, hanem megtalálják saját maguk a boldogulás és az akadály lebontásának az útjait. Egy turistától hallottam, hogy elvetemültnek kell annak lennie, aki ide költözik, de tényleg olyan embereknek javaslom, akik tudják kezelni a kihívásokat, a nehézségeket, és a kényelmet fel tudják adni az itteni nyugalom és természet érdekében. Az önellátás és ez a függetlenség minden nap kemény munkát jelent a megélhetésért a természetben, olykor azzal harcolva is. Gyűrűfű lakóinak életmódja tiszteletre méltó a 21. század nyughatatlan és telhetetlen világában.